A végrehajtási törvény módosítását két héttel ezelőtt hagyta jóvá a parlament. Ezzel a végrehajtásokat és az árverések körüli problémákat kívánták rendezni. Eszerint már nem lehet végrehajtás alatt álló ingatlanokat a becsérték 100%-a alatt árverésre bocsátani. Korábban az ingatlanokat a becsérték akár 70%-án is lehetett értékesíteni az árveréseken. Ez a pénzintézeteknek sem tetszett. Ezt változtatták meg 100%-ra, azaz piaci áron lehet csak árverést tartani. De nem ez az egyetlen változás, ami a végrehajtást és a bírósági végrehajtókat érinti, ugyanis jövőre egyetemi diplomához vagy megkezdett jogi tanulmányokhoz kötött lesz a végrehajtói tevékenység. 2017 évvégéig valamennyi önálló bírósági végrehajtónak vagy jogi végzettséggel kell rendelkeznie, vagy igazolnia kell azt, hogy megkezdte jogi egyetemi tanulmányait. Ugye a szabályozás oka az volt, hogy mindenképpen szeretnék a szakmai színvonalat emelni az önálló bírósági végrehajtóknál, ezzel is elérvén azt, hogy az eljárások még szakszerűbbek és gyorsabbak legyenek. 2015-ben majdnem 1600 alkalommal emeltek panaszt az adósok a végrehajtók ellen. Tavaly is 1000 fölé emelkedett a hivatalos személyek magatartását szóvátevő beadványok száma. Erről írtak a napilapok is. Mivel a végrehajtás egy bírósági döntést követő utólagos eljárás, annak jogi tisztaságával kapcsolatban a bíróságokon lehet tenni kifogást, hívta fel a figyelmet Toma Attila 35 perc című műsorunkban. Alapvető, hogy egy végrehajtás meginduljon, az, hogy legyen valamilyen végrehajtható határozat. Ez lehet ítélet, lehet közjegyzői jogirat. Az a lényeg, hogy legyen egy jogerősen végrehajtható döntés. Jogerősnek kell lenni, valamilyen marasztalást kell, hogy ezt tartalmazzon, és ami nagyon fontos, hogy a végrehajtási határidő még ne teljen el. Tehát ha akármilyen ítéletben az van, hogy nekem a tartozás megfizetésére van 3 évem, akkor 2 éven belül nem feltétlenül lehet megindítani a végrehajtási eljárást. Végrehajtási kifogás a végrehajtók valamilyen intézkedésével, vagy annak elmulasztásával lehetnek kapcsolatosak, tette hozzá a szóvivő. A legtöbb végrehajtás 2008-ban volt a devizahiteles perek kapcsán, az ügyek száma és az ügy érték is a csúcson járt. A pereket a magánszemélyekkel szemben a bankok kezdeményezték. Manapság a végrehajtások csupán 10%-a pénzintézeti. A legtöbb végrehajtás a közüzemi adósággal, parkolási büntetésből felhalmozott tartozásból adódó követelés.